Sziasztok, Túró vagyok, és ez egy újabb összehasonlító videó. Ugye a Source motor hajtja a Titanfallt, ugye ez egy régebbi, lényegesen régebbi és elavultabb motor elméletileg, mint mondjuk a Battlefieldnek a Frostbite nevezetű motorja, remélem jól ejtettem ki. Ugye a múltkori videóban elemeztük az üveg törést a Battlefieldbe, illetve a Battlefield ugye textúrája sincs sok helyen az üvegnek, ezt itt lejjebb a kommentben meg fogjátok találni az előző videó linkjét, érdemes azt is megnézni. Itt gyakorlatilag a Titanfallban az üveg, hát porrá zúzható, pixelenként szét lehet lőni gyakorlatilag, mint itt a képen is látjátok. És ugye ez egy elavultabb dolog ugye. Még a BF4-nél ugye nagyon hirdették, hogy milyen szuper rombolhatóság és egyéb technológiákat építettek bele a játékba. Hát érdemes ezt megfigyelni és szemügyre venni, hogy gyakorlatilag az üveg az, hát legalábbis próbálják úgy csinálni, hogy pontosan úgy törjön ki, nem kirobban, mint a BF4-ben, nem gyakorlatilag üveg kockánként ki lehet lőni, direkt körbelömöm itt a szélét, hogy látszódjon, hogy valóban hogy törjik ki, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon korrektül el van készítve. Érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon a BF4-nek a motorja, vagy akár a BF3-nak is miért reklámozzák, miért hirdetik ennyire professzionálisan, holott egy jóval öregebb, elavultabb motor, ugye itt a Source motorról beszélünk. Már régen tudta azt, vagy már most tudja azokat a paramétereket, azokat a dolgokat, amit elvárnánk úgy gondolom egy játéktól. Szeretném, hogyha elmondanátok a véleményeteket, mit gondoltok arról, hogy egy sokkal nagyobb költségvetésű játék, mint például a BF4, közel sem tud ilyen apróságokra odafigyelni. Mármint a fejlesztők, mint például itt a Titanfallban. Kommenteljétek a videót, köszönöm, hogy meghallgattatok.